Ez a szerkezet az, ami elősegíti a fókuszálást. Engedhetetlen kerék a beszédhez. Nem is tudom, hogy kell gurgulázni, hello. Tehát, miről beszélünk ma? Mi legyen? Beszélünk arra, hogy ez a póló mennyire kicsi rám. Oh my god, I'm so unfocused. Beszélgessünk picit a kanadai zenéről. Please forgive me. Oké, de komolyan, természetesen mióta itt vagyok, azóta nagyon sok olyan kanadai együttessel és zenésszel ismerkedtem meg, akikről nyilván nem is hallottam eddig. Ezek közül válogattam ki az 5 aktuális kedvencemet, hogy aztán lehessen nektek is megismerni. Házi feladat! 5. Arcade Fire. Igazából fogalmam sincs, hogy mennyire népszerű az Arcade Fire otthon. Az Arcade Fire tavaly jött ki a Reflektor című albumukkal. Van egy nagyon érdekesen alternatív hangzása. Meg is kértem a kedves feleségem, hogy próbálja meg egy mondatban összefoglalni a véleményét. A dance away from the world issues. Talál süllyed. 4. Stars. Tudjátok, ilyen nagyon elégikus és könnyed zene, olyan harmonikus, amire az ember azt mondja, hogy harmonikus. Ugye egy arckifejezésre kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy igazából ez nincs bedugva sehova. 3. Mother. Yeah! A szintén indie rock bandának titulált együttesnek van talán a legérdekesebb hangzása a listán. Nagyon harsány és nagyon energikus zene. Tipikus az a fajta zene, amit valaki vagy nagyon szeret, vagy nagyon nem. És hát én egyértelműen az első csoportra tartozom. 2. City and Color. Az egykori Alexis on Fire-nek volt az egyik gitáros és énekese. Ez a srác Dallas Green szóló karrierbe akar kezdeni. Sajnos ez az Alexis on Fire végét jelentette, de hát, hogy egy milyen csodának a kezdetét. Akkor valaki leül egy gitárral, és nem kell semmi más, csak a hangja, és gyönyörű. Én rajongó vagyok, legyetek ti is. 1. Tegan and Sarah. Ikerpár, leszbikus, indie rock. Ezt nem nagyon lehet überelni. Valószínűleg a legismertebb együttes a listán. Biztos vagyok benne, hogy a Closer az eljutott a magyar rádióállomásokig, és hát nem véletlen. De hát itt a lista. Összedottam egy YouTube playlistet is, amit belinkeltem oda alulra, meg majd a videó végére is. Ez a lista 5 számot tartom a sorban az 5 együttestől, tehát hogyha máson, akkor ezen mehetek végig, aztán meg írjátok le, hogy mi a véleményetek. És mivel akarok majd egy hasonló videót magyar előadókkal, ezért lekommentelhetnétek, hogy ki a kedvenc magyar előadótok, és jó lenne úgy kommentelni, hogy egy dal címmel együtt. Celebi! Hello!